Informatika? Jó irány. Itt mindent megtudhatsz róla. Sziasztok, Vindai Balázs vagyok, az IVS elnöke, informatikai vállalkozó és startup befektető. Nagyon korán tudtam már, hogy vállalkozó akarok lenni, középiskolás koromban. Ennek ellenére tovább tanultam, hiszen a továbbtanulás fontos volt, nem csak azért, hogy meddig juthatok el, hanem azért is, hogy tapasztalatot szerezzek. Az egyetem természetesen nem csak tudást ad, nem tanít meg egyes szakmák csinyára, binnyára, hanem elsősorban egy gondolkodásmódot ad. Én jogász vagyok. Informatikával csak később kezdtem el foglalkozni, egészen akkor, amikor az első vállalkozásomat alapítottam. Ennek ellenére jogászként gondolkodom, nem tudom pontosan a paragrafusokat és a részletszabályozásokat sem, de a gondolatmenet, az, ahogy egy problémát próbálok megoldani, az igazából az egyetemi tanulmányaimból jön. Ahogy Churchill mondta, I began my education at a very early age. In fact, right after I left college. Tehát igazán a tapasztalatainkat valójában az életből szedjük össze. Akkor, amikor elkezdünk dolgozni. Ennek ellenére ma is nagyon fontos, hogy a tapasztalatokat a múltból merítsük. Hogy higgyünk abban, hogy amit mások mondanak nekünk, a mások hibáiból is tanulhatunk. Én sokszor beleestem ebbe a csapdába, sokszor pofára is estem vállalkozóként, hiszen azt gondoltam, hogy a saját utam mindig jobb lesz. Ez persze álmodozóként, vállalkozóként igaz. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a múltbeli tapasztalatok sokszor a múlt problémáira vonatkoznak, de magabiztosságot adnak abban, hogy a jövő új útjait velük együtt járhassuk. Ma mindenki azt mondja nektek, hogy legyetek informatikusok. Ezzel persze én is egyetértek. Ugyanakkor ennél sokkal fontosabb, hogy digitális tudású szakemberek legyetek. Az IVS, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. Mi tömörítjük tulajdonképpen a digitális vállalkozásokat Magyarországon. Ez egy nagyon fontos célkitűzés, hiszen mi magunk elé tűztük azt a víziót, hogy minden digitalizálódik. A világunk átalakul, egy olyan transformációban veszünk részt, amely nem csak az informatikát, hanem minden iparágat áthat. Persze ez a ti karrieretekre is hatással lesz. Nem azt jelenti, hogy mindannyian informatikusok lesztek, azt is jelenti, hogy sokan bölcsészek, társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek. Ettől függetlenül az ő munkájuk is digitálissá válik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma az autógyártás sokkal inkább szól arról, hogy hogyan fog látni az autó helyettünk. Az orvoslás sokkal inkább szól arról, hogy hogyan tudunk molekulákat, szekvenciákat digitálisan összeállítani. És talán a pandémia is jóval tovább tartana, ha nem lenne digitális lehetőség arra, hogy az oltásokat tulajdonképpen informatikai háttérrel szekvenciálják. Így aztán mindenki digitális szakember lesz. Az orvos, a bölcsész és természetesen az összes társadalomtudományi ág. Ezt láthatjuk a mindennapjainkban, és láthatjuk a különböző gazdasági ágazatokban is. Az IVS, az ITM-mel és a KIFÜ-vel közösen végzett kutatása felmérte a munkaerőpiacot az informatika szempontjából. 5 évvel ezelőtt több mint fele az informatikai állásoknak még informatikai cégek által volt meghirdetve. Ma hirdetett informatikai állásoknak mindössze az 1/3 az, ami informatikai cégekhez kapcsolódik. Ez mutatja, hogy a mi víziónk valójában a jelenünk története. Minden cég digitalizálódik. Tehát légy kocka! De ugyanakkor fel kell számolnunk a geek informatikus típusú pejoratív megközelítést. A belga valamikor egyik számában azt mondta, hogy nézd a kockás inges, pattanásos rendszergazdát és a felgyűlt gallérú lakosztpólós HRS haverját. Nem dolgom a HRS-eket megvédeni ebből a szempontból, de az informatikusokat biztosan két út lehet pusztán, hogy leszámolunk ezzel a pejoratív megközelítéssel, vagy hamarosan kockás póló és a pattanás lesz a legmenőbb dolog a világon. Az informatikusok jól keresnek. Nagyon jó karrier perspektíva áll előttük. A kereset persze nem pusztán az informatika legközelebb vett programozói szakmáiban jellemző, hanem a jó kereset ugyanúgy vonatkozik az informatikát távolról megközelítő tulajdonképpen tanácsadókra, rendszergazdákra vagy bármilyen más ágazatra is. És ami még fontosabb az informatika tekintetében, hogy a digitális munka, kreatív munka. Az informatika nem pusztán kódolásról szól, az informatika nem pusztán egy programú nyelv nagyon jó ismeretéről szól ma már. Hiszen értenünk kell azokat az üzleti igényeket, hogy egy weboldal hogyan jön létre. Tudnunk kell, hogy mi a
célfüggvénye, mi a valós célja annak, amit az informatikus programozással létre fog hozni. Ha nagyon plasztikusak akarunk lenni, akkor ma az informatikusok tanítják meg az autókat látni. De nem csak az autókat, hanem a vakokat is ők fogják megtanítani látni, mint ahogy egyébként az informatikus lesz az, aki a legtöbb weboldalt létrehozza, aki a weboldalak weboldalát létrehozó programot is létrehozza, és a zsebékben lévő telefon összes applikációját is kitalálja, megalkotja. Természetesen az informatika, ahogy mondtam, ma már nem csak programozást jelent. Rengeteg olyan terület van, ami egyébként más szakmákkal ötvözve lett igazán izgalmas, mint például a data scientist vagy az AI trainer. Az imént említett kutatás egyébként abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy legutóbb, amikor elvégezték 2015-ben, akkor 22 000 informatikus hiányzott a piacról. Mára ez a pandémia ellenére megduplázódik. De nem csak önmagában a duplázódás a kulcsfontosságú szám ebben, hanem az is, hogy igazán nem tudott nőni az informatikusok száma a hazai piacon, annak ellenére, hogy ez egy rendkívül versenyképes szakma, és hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi perspektívát is tud nyújtani a végzett fiatalok számára. Néhány gondolat a változás sebességéről. Megszoktuk, hogy a világunk egyre inkább gyorsul. Ennek ellenére néhány előrejelzésünk mégsem történik meg olyan gyorsan, mint ahogy reménykedtünk benne. Ezt mondja Amara törvénye is. Három gyermekem van, a legidősebb Hanna, most már negyedik osztályos. Amikor született, akkor azt jósoltam, hogy neki már biztosan nem kell iskolatáskát hordania. Ennek ellenére mai napig egy olyan nehéz iskolatáskával jár, amit én is nehezen tudok megemelni. Igen, ez a változás nem történt meg, mint egy 9 év alatt. Ugyanakkor, és itt a jó hír, a pandémia olyan módon gyorsította fel a hibrid oktatás által hozott lehetőségek megvalósítását, hogy ma már mindenki számára elképzelhető, hogy igenis virtuális módon, digitálisan is tud működni az egész közoktatás. Persze tele vagyunk még nehézségekkel, és van, ahol a szélessávú internet még nem elérhető, és az eszközök hiánya miatt számos család hátrányban van abban a tekintetben, hogy mennyire gyorsan éri el, vagy milyen könnyen éri el a digitális világot. De ez a mi felelősségünk, a jelenkor felelőssége, hogy ezt a problémát majd megoldja. A ti felelősségetek pedig ebben az, hogy az igényt támasszátok. A történelem tanároknak és a magyar tanároknak érezniük kell, hogy a digitalizáció az, ami a közoktatást és a jövőt előre viszi. Minél gyorsabban leszünk digitálisak, annál versenyképesebbek leszünk, és a karrierünk annál gyorsabban tud előre mozdulni. Ahogy Winston Churchill mondta, I'm always ready to learn, although I do not always like being taught. És mit jelent mindez a ti szempontotokból? Hogy találjátok meg ebben a saját hangotokat. Persze ez a fórum arról szól, hogy mi tanácsokat osztunk nektek, ti pedig tátott szájjal hallgatjátok. De ne ez maradjon meg bennetek, ne ezt csináljátok. Találjátok meg a saját formátokat, a saját egyéniségeteket ebben. Digitalizáció és önállóság, ez a két kulcs komponens, amiből a jövő digitális szakembereit gyúrják. Tehát az IT a jövőd. Érdekel az IT? Ebben tanulnál tovább? Jó helyen jársz! Programozd a jövőd! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.